A jelenések könyve 5. részéből olvasok igét a 8. versről a 14. versig. És mikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborul a bárány előtt, mindenkinél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeljének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél. És megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyekben és a földön és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondta, ámen. És a 24 vén leborul és imádá az örökkön örökké élőt. A Krisztust. Amikor a hívő embernek megjelenti az Úr a jövendő, az elkövetkezendő titkát, akkor egyfelől láttatja a pozícióját ma, hogy a főpap hordozza őt állandóan az atya előtt, mint gyermeket. Hordozza, mi megváltottat, a megbékélt atya előtt, mint vele megbékélt fiút, hogy Uram, könyörű, meg van váltva, de ebben még nem jutott el a világosságig, itt még nem tudtam átformálni, de folyamatban az átformálása a tökéletes épségre, a teljes szentségre. Még van sömörgőzés rajta, de hisz az ígéretben, és oda szentelte magát, az életét, a lelkét neked, nekem, és engedelmeskedik. Tanulja az engedelmességet, keresi a szavaidat, tudakozza az értelmét. És amikor a hívő ember látja, mert láttatik vele, hogy a gondviselő közösségében tart az atyával, és közösségében tart önmagával, és közösségbe tart azokkal a testvérekkel, akik már benne születtek Isten gyermekeivé, és vigyáz rám, akkor odaemeli az ember szemét, amit bemutat már most, mint vant, csak nekem még eljövendőt, az eljövendőre. A bárány felmagasztalásának jelei vannak ott a mennyben. Az első jel az olyan könnyű, központi hely jelenik meg. Ennél központibb hely nem létezik. A 24 vér a kör széle, a 4 lelkes állat egy sávval beljebb, és közvetlenül az atya jobbján ott áll a bárány. A mennyei trónus közepén tűnik fel. Számunkra hozzáférhetetlen világosságból bukkan elő. A jelenések 5. része ezt hirdeti. Hirtelen bukkan fel mindenki szemelátára. A trónusból áradó fény és dicsőség közepette. A második, amire nagyon da kéne figyelni, de nagyon sok ember előtt elsikkad. Nem kell bemutatkozni. A Szent Háromság Isten második személyének, aki testet öltött, aki odaáldozta magát, dicsőséges úrként megérkezett. Nem kell bemutatkozni. Mindenki ismeri. Az is, aki ért odatta az életét, az is, aki látta, hogy győzte le a sátánt,
az is, aki eddig nem értette az Isten bölcsességének mérhetetlen mélységét, hogy a fiát adja oda, nem kell bemutatkozni. Itt a Földön nagy kép is kötkenek, hogy ki az a Jézus, meg ki az az Isten. Tudod, a kárhozottak, a tudatlanok, akiknek el van takarva a világosság elől az értelme, és mást tartanak világosságnak, mint az egyetlen igaz világosság. Amikor Jánost vígasztalja az egyik vén, hogy ne félj, győzött a judabeli oroszlán, akkor a bárányt Krisztusként, Istenként dicsőíti ez a személy. A harmadik a ne sírj. A bűnadósságot nem tudjuk kifizetni. Teremtények vagyunk. Egy teremtény se képes kifizetni. A teremtés művét mi nem tudjuk célba juttatni. De a ne félj arról beszél, hogy bármilyen lehetetlen és mindenkinek lehetetlen a teremtés célját, vagy a teremtés akaratát célba juttatni, legyen a szemed előtt, hogy van, aki méltó erre is célba jut. És amikor saját magad előtt látsz lehetetlen dolgokat, hogy nem vagyok képes. Általában, amikor valaki lélekben ellankad, elfárad, energiát vesztett állapotba kerül, akkor azonnal föltünteti a sátán neki a lehetetlent. Azonnal föltünteti a sátán a neki lehetetlent. A nem tudom, megoldhatatlan, ha itt valami isteni beavatkozás nem történik. Ne félj, győzött, és elrendezte a bűnadóságot éppen benned, veled is. A megölt bárány Isten. Jézus Krisztus először, mint áldozati bárány jött erre a világra, Ézsaiás 53 beszél róla, és most ennek a báránynak Jelenések 5-ben ott van a megdicsőítése. Ne sírj, győzött a Júda nemzetségű való oroszlán. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még, amikor megáldja a fiait Izrael annak idején, akkor úgy beszél Júdáról, hogy oroszlán kölök Júda. És az oroszlán kölyök csak egy jelzés arra nézve, hogy itt valaki, ha a testet kap a Földön, akkor valami olyan elképesztő győztes úr lesz, aki ezt a nevet, ezt a nemzetséget is megörökíti a saját maga győzelmében. Tömegek tévedése ma, hogy nagyon sokan nem a dicsőséges, immár király, tökéletes hatalommal ítéletre jövő urat várják vissza, hanem még mindig látom a karácsonyi kis Jézuskákat, látom a betlehemeseket, látom és hallom azokat a nyöszörgő, hit nélkül való, imádságnak nem nevezhető, küszködő mondatokat, hogy te kéne mondani valamit. A legtöbb katolikus nem tud mást imádkozni, mint a mi atyánkot, meg az én Istenem, jó Istenemet. Isten szent lelke saját nyelvet, saját dicsőítést, azt a méltóságot, hogy mint Isten fia, aki a kegyelemnek hatalmában, erejében meggazdagítatott, nem tudja gazdagon áldani az urát. Ó, nem bántani akarok senkit, mert a kegyelem korszakában vagyunk, hanem a kegyelem teljességére, meg az éhségére eljuttatni. Amikor a jelről beszél, a dicsőség jeléről beszél, akkor azt mondja, hogy a bárány, aki azért jött, hogy megöljék, most ez a bárány azért jön, hogy királlyá koronázva végrehajtsa az ítéletet. Tudd, igazságban, szentségben és méltóságban véghez visz az ítéletét. A következő jelző a dicsőségéről a 7 szarva és 7 szeme van.
Ezek tulajdonképpen az Isten tulajdonságai, és ezek arról beszélnek, hogy megjött az Istennek az akarata végrehajtó Isten fia. Megjött, aki nem tartotta zsákmánynak, ragadománynak, hogy egyenlő Istennel. Kérem, amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus az én Uram, akkor Tamással együtt hódolok térden, hogy én Uram és én Istenem. Az én győzedelmes Uram, megváltom és bírom, mert tudjátok, fölöttem is meghozta Isten az ítéletet, és az ítélet végrehajtását a Jézus Krisztusért kegyelmi ítéletre változtatta. A mai csöndességünkben legyen ez, hogy lásd azt a Jézus Krisztust, aki mint bárány lép oda a maga szent méltóságával, akit megismertetett vele az Atya, akit oda vonzott hozzá az Atya, annak nem kell bemutatni. Sőt, részesévé teszi dicsőségének látásában. Tudjátok, hadd bővüljön a dicsőség köre, hogy a bárány dicsőíti a négy lelkes állat. A 24 vén leteszi a koronáját. Angyaloknak milliárdjai ott hódolnak, mert a szám szerint 1 100 000 angyal, de nem erről beszél a görög szöveg. Arról beszél, hogy megszámlálhatatlan az angyal seregek sokasága, bár van létszámuk. És utána pedig következik az a sokaság, amelyiket megváltott. És itt elkezdhette a mennyei Isten tiszteletben való részvételt a mai csöndességemmel. Ott vagyok azok között, látják, lélekben hallják, szemlélik a dicsőségét, és részt kapnak a győzelméből, a szabadítással is, Isten gyermekséggel felruházott állapottal is, és a hálaadó imádsággal is részt kapnak a mennyei Isten tiszteleten. Ó, folytasd tovább ezt a csendet ma. Amen.